Ezt a Vigadóbeli kiállítást mindenképpen elismerésnek tartjuk. Úgy gondoljuk, hogy egy nagyobb közönségnek mutathatjuk be a gyűjteményünket, mint amikor ennél jóval kisebb részletekben Kecskeméten, mint egy 4000 tárgyból áll a gyűjteményünk. Azt is mondhatnám, hogy a Vigadót meg tudnánk tölteni a kerámia stúdió gyűjteményének az anyagából. Itt 230 műtárgy látható. A 172 itt szereplő művészből 55 a magyar, ami azt jelzi, hogy a magyar kerámia művészet talán éppen a Kecskeméti Kerámia Stúdió révén világszínvonalra emelkedett, világszínvonalú. Az egész magyar hálózata ezeknek az alkotótelepeknek, a nyíregyházai éremtől a zalaegerszegi belsőépítészig, Siklós, Kecskemét példátlan volt a népi demokratikus országok történetében. Magyarország Európában volt a kerámia művészet területén is, és más iparművészeti ágak területén is, például a Kárpit művészet területén a 70-es, 80-as években, hogy világelsők voltunk. Azt, hogy ez az anyag abszolút nemzetközi, és a világ minden részéről itt van, és az otthoni Kecskeméti repozitóriumban ott van, az annyit jelent, hogy ebben a tekintetben nem kell a világban elfoglalt pozíciónkért harcolni, küzdeni, jelen vagyunk kitűnő alkotóknak a munkáiban. How do we find the artists that we invite to the studio? We can invite them to the studio in a number of ways. One is to make work for us to enhance this collection, and also to come to teach on master courses. And also we invite people to come as artists in residence. We are able to invite maybe up to 20 artists a year whose work we specifically require to enhance the collection itself. The collection itself is one of the most important in Europe, if not in the whole world. What makes this collection very unique is that all the pieces you see here have been made in the ceramic studio in Kecskemét. Itt a világ jelentős keramikusaitól szinte mindenkitől van egy darab. Összejött egy gyűjtemény, amely ad egy jellemző képet mondjuk ennek az utolsó 40 évnek a kerámia fejlődéséről és állapotáról. Really to try to show a small taste of what is a very large collection from over 3600 works. Olyan ez, mint amikor egy irodalmi antológiát raknak össze, és méricskélnek pontosan, úgy, hogy mindenki, aki megérdemli, benne legyen. És minden irányzat, minden időegység, minden tájékozódási irány. Jó lehet látni, hogy ugye magyarok is benne vannak, hogy a magyarok ezen belül hol tartanak. Én szerintem abszolút benne vannak a világ élvonalában.